Az idei túra egyik kiemelt állomása lesz a Helsinkit Athénnal összekötő kerékpáros útvonal mentén elhelyezkedő Andrássy kastély. Tiszadobon ezért a jövő hétvégén különleges programokkal és kiállításokkal várják majd a látogatókat. A megyei fejlesztési ügynökség ezzel párhuzamosan egy 30 méter hosszú kiállítással várja majd az épített kulturális örökségünkre kíváncsi érdeklődőket Nyíregyháza belvárosában. A fejlesztési ügynökség és a fejlesztési ügynökség keretén belül működő Europe Direct tájékoztatási központ egyrészt ki fog vonulni egy standdal és segítőkész kollégákkal a kulturális örökség napján jövő hétvégén, szeptember 17-én és 18-án itt Nyíregyháza belvárosában, valamint a középkori templomok útja kiállításunkkal, egy közel 30 tablóból álló, 30 méter hosszan elnyúló paravánnal szeretnénk vizuális élménnyel is gazdagítani ezt a kivonulást. A középkori templomok útja program idei kerékpáros örökség túrájára kétnapos rendezvényel készülnek Tiszadobon. Rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek részt a vendégeink. A kulturális élmény mellé egy kis borral is kedveskedünk, a Himes udvar borát kóstolhatják meg ez alkalomból a tárlatvezetésen résztvevők. Ez a programelem 18-án is folytatódni fog, 18-án szintén a 11 és a 13 órai tárlatvezetés borkóstolással egybekötött lesz, 18-án ingyenesen látogathatják vendégeink a kastélyt. 17-én 15 órától Csutkai Csaba Nyíregyházán élő fotoművésznek a kiállítása nyílik Tündőrmező címmel. 18-án 15 órakor pedig Szatmár István műemlékvédelmi szakember tart előadást a kastély felújításáról. Az Andrássy kastély a felújítási munkálatokat követően tavaly decemberben nyílt meg ismét a látogatók előtt. Az idei évben eddig több mint 15 ezeren keresték fel a kastélyt.